Egyenlőre csak az ablak mögül mégis csillogó tekintetekkel figyelték a homokváró voda apróságai, hogy mi történik, milyenek azok az eszközök, amelyek az ajtón kívül várják őket. Az intézmény több mint 10 éve minden évben felkészíti a nagycsoportosokat a vetélkedőre. A kis csoportostól a nagy csoportos, akik mindenki részt vesz az itthoni vetélkedőkön, nagyon egyszerűtől a bonyolultabbig haladunk. Az óvodás gyerekeket kezdetben a lámpa színe érdekli, ugye, de ha már ezzel megismerkedik és tudja, mire való és mit kell figyelni, mindez nagyon nagy élmény. Természetesen a vetélkedőre már a nagyobb csoportos gyerekeket készítik fel az óvodapedagógusok, játékos formában, élményszerűen és boldogan várják, hogy mikor mehetnek Budapestre vetélkedni. Az óvodások kerékpárt, futóbiciklit, kresszjátszó szőnyeget, labdákat, jelzőlámpákat kaptak a Nemzedékek Biztonságáért közhasznú alapítvány felajánlásával. Ez egy országos vetélkedő, és ezzel az oldával 11 éve működünk már együtt, és készítjük őket fel, illetve az idejáró gyerekeket, és most, mivel ebben az évben sajnos elmaradt ez a rendezvény, így az alapítvány úgy gondoltuk, hogy azokat a az eszközöket, amiket nyereményként kaptak volna a gyerekek, azokat felajánljuk arra, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak felkészülni a következő versenyekre, illetve olyan anyagokat próbáltunk adni, olyan eszközöket, amikkel a felkészülést tudjuk nekik segíteni. A pedagógusok célja, hogy a nagyobbakat megtanítsák a helyes kerékpáros közlekedésre, és persze felnőtt kíséretében tavasszal azt akár élesben is kipróbálhassák a gyerekek.